hydrofoil. Az angol szótár szerint szárnyas hajót jelent, de a motorcsónak forma egyére, ennél biztosan lehetne találóbb magyar nevet is keresni. Egy biztos, Magyarországon ilyen tempójú motorcsónak verseny még nem volt, és egy darabig nem is lesz. Pearl Harborban, Honolulu mellett azonban hatalmas sajtó és közönség vízhangot váltott ki az 1994-es amerikai bajnokság utolsó döntő fordulója. A szárazföldi sebességeket is bőven túlszárnyaló gépek anyagi értéke azt mutatja, itt is inkább cégek versenyeznek egymással. A két bójás pályán a második és a harmadik kör átlagsebességét veszik alapul a sorrend kialakításánál. És most jön a lényeg. A győztes hajó eredménye 237 km/h volt. Hangsúlyozom, átlag sebességről van szó. Természetesen nehéz a vízen ilyen sebességgel száguldani, mert nem egyenletes a felszín. Állandóan változik, és a szél is veszélyes tényező, főleg mivel könnyen felemelheti a gépet. Reméljük azonban egyszer elérjük azt, hogy ez a sport is eljut olyan országokba, mint az önöké. Nagyon látványos dolog ez. 320 km/h körüli sebességgel száguldó csónakokat nem sűrűn látni. Milyen sebességhatárok között mozognak? Ez egy gyors pálya. Itt az egyenes végén elérjük a 200 mérföld/órát is, ami kell a 260 km/h körüli átlagsebességhez. A kanyar pedig nincs bedöntve, ezért sok lendületet vesztünk. Egészen úgy 230 km/óráig le kell lassítanunk. Így jön ki az átlag, és ez számít eredménynek. Új sebességhatárok ezek, sőt, kevés olyan autó van, ami 260-as átlagot nyújt egy 2,5 mérföldes pályán, pedig vízen sokkal-sokkal nehezebb. Iszonyatos mennyiségű lóerőre van szükség itt. A határokat súroljuk. Egy Forma 1-es autóban 8-900 lóerő van, mi 3300 lóerős csodákban ülünk. Van életbiztosítása? Igen, igen. 25-szörösébe kerül egy velem egykorú ember havidíjának. Nagyon drága. Nagyon veszélyes ez? Úgy értem, sok baleset van? Én kivettem a részemet, az biztos. 5 nagy bukásom volt, ami komolynak számít. De én még a biztonságos pilóták közé tartozom, hiszen 1981 óta vagyok itt. Így aztán rengeteg lehetőségem volt fejreállni. Ahhoz képest, hogy mennyit vagyunk vízen, a fejjel lefelé töltött idő minimális. De egyiket sem lehet elfelejteni.